Győzelemmel kezdte a rájátszást a KVS-e. A kanizsai pólósok hazai medencében fogadták a Dunakanyar waterpoló csapatát a hétvégén. Az összecsapást esélyeshez méltón kezdte a délzalai gárda, hiszen az első negyedet 6-3-ra megnyerte. Innen még bravúrral vissza tudtak jönni a dunakanyariak, így a szünetre egy gólos vendégelőnnyel vonultak a csapatok. A félidő jót tett Ludányi Kadosa együttesének, hiszen a harmadik negyedet ellentmondás nem tűrő játékkal 5 góllal hozta a KVS-e, ezzel pedig el is döntötte a 3 pont sorsát. A végeredmény 19-14 lett. Győzelmének köszönhetően a kanizsai csapat magabiztosan vezeti az OB1B felsőházát.